Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A mai adásban egész biztos, hogy vér fog folyni. Ugyanis van bennünk valami közös, mármint bennetek és bennem. Méghozzá az, hogy egyikünk sem tudja, hogy mi a vércsoportom. Mekkora nagy mák, hogy van itthon egy vércsoport meghatározó kártyám, illetve nem egy, hanem legalább 50, és persze, amire még szükség lesz, steriltű, mondjuk ebből is van egy egész dobozzal. Jobb, ha nem kérdezitek meg, hogy miért. Persze egy ilyen kártyával a 31 néhány vércsoportrendszer közül csupán az AB0-át, vagyis az abót, illetve az RH-faktort tudom megmondani, de ne legyetek telhetetlenek, én sem vagyok az, ez bőven elég lesz nekünk. Ahhoz, hogy a vércsoportomat meghatározzam, a kártyán található 4 körbe kell majd vércsöppentenem. Igen, ehhez meg kell majd szúrni magam. Az egyik kör a kontroll, ez csak sima foszfátpuffer némi festékkel, úgyhogy ha itt történik valamilyen reakció, akkor valószínűleg gáz van, de ezzel majd ráérünk akkor foglalkozni, ha ez esetleg bekövetkezik. A másik háromba előre felvittek antitesteket, amelyek képesek a vörös vérsejtek felszínén található antigénekhez kapcsolódni. Az AB0 vércsoport esetében ezek kis szénhidrát nyúlványok, lényegében minden vércsoportnál tök ugyanúgy néznek ki, 5 darab cukor van egymás után egy láncba kapcsolva, a különbség a 6. cukorban rejlik. Az A vércsoportnál ez egy úgynevezett N-acetil galaktózamin, a B vércsoportnál sima galaktóz, a nullásnál pedig, nos, semmi. Ha tehát a vörös vérsejtjeim felszínén ott figyel az A, a B vagy mindkét típusú antigén, akkor a kártyán található anti-A, anti-B vagy mindkét típusú antitest hozzá fog kapcsolódni, kicsapódik, és az egész vérpöttyből egy undorító lesz. Ezt hívják úgy, hogy agglutináció, a vizsgálat maga pedig egy hemagglutinációs teszt, ahol a hem a vérre, az agglutináció pedig a re utal. Ha tehát az anti-A és az anti-B mezőben is kicsapódik a vérem, akkor AB a vércsoportom, ha csak az A-ban, akkor A, ha csak a B-ben, akkor pedig B, ha egyikben sem, akkor pedig nullás. Az RH-rendszer esetében a vörös vérsejtjeim felszínén található fehérje bütykökhöz, mint antigénekhez fog kapcsolódni az antitest. Ez a rendszer viszont iszonyat bonyolult, egy nagy halom antigént azonosítottak eddig, amely ide tartozik. Ne várjátok, hogy mindegyiken végigmenjek, részben azért, mert én magam sem látom át teljesen, de ha valaki nagyon bevállalós, akkor a videó alatt fogok linkelni egy cikket, amely ezzel a témával foglalkozik, úgyhogy lehet nyugodtan olvasgatni. Nekünk most ebben az esetben az is elég lesz, hogyha az úgynevezett D-antitestre pozitív vagy negatív eredményt ad a teszt. A gyakorlatban tehát az a lényeg, hogyha az anti-D körben kicsapódik a vérem, akkor megvan bennem az RH-faktor. Yay! Viszont felvetődhet bennetek a kérdés, hogyha a D-antigénről, illetve az anti-D-antitestről beszélünk, akkor miért RH-nak hívják ezt a vércsoportrendszert? Nos, azért, mert az RH eredetileg a rézuszmajomra utalt, amiben először felfedezték ezt. Az R megvan, a H pedig onnan jön, hogy a rézuszt úgy írják le, hogy Jesus. Hagyományból pedig a mai napig így hívják, annak ellenére, hogy már nem sok köze van a rendszerhez. És ha már a nevezéktani katyvaszoknál tartunk, az antitestre is szoktak úgy hivatkozni, mint ellenanyagra, vagy immunglobulinra, vagy legalábbis a vércsoportok esetében izoantitestre, vagy alloantitestre. Én minden esetre most következetesen az antitestet használom, így legalább nem olyan zavaró, hogy a kártyán is anti található. És elérkezett az a pillanat, amikor jön a szúrás. Aki viszont nem bírja a tű vagy a kibudjanó vér látványát, az pörgessen bele egy kicsit a videóba, vagy egyszerűen csak csukja be a szemét. Aki viszont szeretne engem szenvedni látni, az nyugodtan pörgessen vissza erre a jelenetre többször is, ugyanis ami most következik, az biztos, hogy nagyon utálom. Annyi vért ki kell facsarnom az ujjamból, hogy biztos, hogy minden körbe jusson. Egy megvan. Nem igaz, hogy mennyit szenvedek, értetek? Adok hozzá egy kis vizet, mert attól tartok, hogy nem sikerült eleget kifejnem. Ezt nem hiszem el, eddig nem jött, most meg nem akar elállni. Amint láttátok, az anti-A-nál volt kicsapódás, a többinél viszont épp maradt a drága vérem. Mondjuk sokra nem megy vele, mert úgyis megalvad.
A vércsoportom tehát A, Rh negatív. Most már ezt is tudjuk. Kommentben írjátok be nyugodtan, hogy mi a ti vércsoportotok. Sziasztok!